Szeretettel köszöntöm Önöket. Folytatjuk az európai identitásról szóló sorozatunkat. A felfedezések új világot nyitottak meg, amik közvetlenül követték a hispán félsziget felszabadítását, minden esetre az ismeretek, a gazdasági változások, a nyugalmat megzavarták, megjelent a könyvnyomtatás, létrejött a Gutenberg galaxis, a német területek gazdasági helyzete, a felfedezések a kereskedelem helyszínének az áttevődése miatt megingott, az egyházi adók mértéke folyamatosan növekedett, a szent éveket 100 évente hívták össze, majd egyre gyakrabban, 50 évente, 25 évente, és 1500-ban ismételten, mert az egyházi kiadások folyamatosan növekedtek, akkor épp a Szent Péter Bazilika építése zajlott, illetve a pápák és a magas klérus rendkívül költekező életmódja. Nincs már semmiféle bűn vagy szégyenteljes cselekedet, amelyet ne követnének el nyilvánosan Rómában és a pápa otthonában. Kurtizánok tömegei rendszeres vendégek Szent Péter palotájában. Kerítők, bordélyok és kuplerályok találhatók mindenhol. Johann Burchard, pápai ceremóniamester. Jellemezte a Vatikánt a bíboros szövetségek harca és a világi uralkodók folyamatos háborúi. Nagyon lényeges mozzanat volt a 1343-44-es pestis járvány, amely Nápolyból indult, végig söpört a Mediterráneum nyugati részén, Anglia, Skandinávia fele fordult, majd a német-római birodalmat érintette, és úgy jutott el Közép-Európába. Lényegesen lecsendesedve, sokkal kevesebb áldozatot szedve. Tulajdonképpen csak Nagy Lajosról tudjuk azt, hogy elkapta a fertőzést, feltehetően az itáliai hadjáratai valamelyikén, de nem csak a pestist, hanem a leprát is, és mind a kettőből meggyógyult. Üres házak, elhagyatott városok, gyászba öltözött falvak, holttestektől borított mezők, borzalmas, hatalmas pusztaság van mindenütt. Este még barátaival étkezik az ember, éjjel szörnyű kínokat szenved, reggelre halott, s 3 hónapon belül követik gyermekei s egész családja. Francesco Petrarca. Minden esetre egy rendkívüli helyzetben, és ezt főleg a koronavírus járvány miatt említem meg, az emberek 3 féleképpen reagáltak. És ezt kiválóan reprezentálja Dante, Boccaccio és Petrarca, akik szinte egyidejűleg tartózkodtak Nápolyba. Petrarca a hit felé, a túlvilág felé, az Isten felé fordult, a puritánságot képviselte. Boccaccio ennek az ellenkezőjét megírta a karanténban a Decameront, amiről idősebb korában azt mondta, hogy hölgyeknek nem ajánlja olvasásra, férfiaknak is csak azért, hogy okuljanak. Minden esetre a szabados szellemet Nápolyból vitte Firencébe, majd onnan terjedt tovább Velencébe, illetve folyamatosan jelenlévő életformaként megmaradt egészen napjainkig. Dante pedig olyan nyelvezetet használt, amit lehet értelmezni mélyen vallásosként, és lehet értelmezni frivolként is. Nem hiszem, hogy látott Égina népe ennyi javaját, mikor oly utálat, oly rémes sok dökpára szállt a légbe, hogy a kis féregig le minden állat a szörnyű pestis által érte vesztét. Dante, isteni színjáték. Megjelent Husz János
kicsit előtte Wycliffe, és megjelent egy Platón nevű úgynevezett új platonista, aki persze félremagyarázta az ortodoxiát, félremagyarázta Plátont. Minden esetre elindított egy olyan mozgalmat az egyházon belül, ami gondolatilag ásta alá az egyház tekintélyét. A könyv nyomtatás kora előtti időben egyszerű hitszakadásnak számított volna a reformáció. A könyvnyomtatás forradalommá érlelte. Victor Hugo. Ez alapozta meg, ez az életszemlélet, a reneszánsz időszakát, aminek a lelki tartalma a humanizmus volt, főleg a görögök hatására, ókori görögök hatására ismét előtérbe került az ember, a földi élet, az ember viszonya egymáshoz és másokhoz. A reneszánsz életérzés kisiklásaként értelmezhető a Platonféle mozgalom, illetve az őt követő vallás, paraklerikális vagy egyházellenes mozzanatok. Az egyház feneketlen bendő egész tartományokat bekapott, de még soha jól nem lakott. Csak az egyház áll arra készen, hogy bitang holmit megemészen. Johann Wolfgang von Goethe. A 11. századtól fokozatosan erősödött a szimónia, ami a bűnöknek a pénzen való megváltását jelentette, a vétekbüntetés bűnbocsánatot, a pápa vagy a megbízottja pénz szolgáltatása ellenében elengedheti. Jelentős kiadásokkal jártak a keresztes hadjáratok, végül pedig a búcsú cédulákból kifejlődött az élőkér és holtakér végzett különböző tevékenységek, amelyek a halál utáni feloldozást is pénz ellenébe kilátásra helyezték. Adták, vették időnként az egyházi tisztségeket és a járandóságokat is. Ha megveszik a bűnbocsánatot, illetőleg a bűnbocsánatot hirdető levelet, akár a jövő bűnökért sincs szükség a bűnbocsánatra, magába szállásra, vagy bűneink fölötti fájdalomra. Johannes Tetzel. Kialakult a nepotizmus, ami azt jelentette, hogy néhány család, amelyből pápák kerültek ki, világi életet élt, gyermekeket, nemzetek neveltek fel, akik örökölték a világi címeket is, de az egyházi főméltóság címeit is, ilyenek voltak a Borgiák, a Della Rovérék, Colonnák és a Mediciek. 8 vásott fiú született tőle, és ugyanannyi leány, ezért aztán ezt a pápát valóban Róma atyának lehet nevezni. Korabeli szállóige 8. Ince pápáról. A protestantizmus ez ellen tiltakozott nagyon sokféle módon. Nem megváltoztatni akarták a hittételeket, hanem megreformálni, nem a rituálét elsősorban, hanem annak a tartalmát. Bírálták a klérust, elsősorban a főpapságot, bírálták az egyház egyetemes és abszolút egyház irányítását, a klérus nagy részének a tudatlanságát, etikátlan életmódját, méltatlan életvitelét. Mivel a racionális gondolkodással nagyon sok minden nem fért össze, a szentek tiszteletét nem fogadták el, a szerzetesség létét, általában a papság szerepét, a vallási élet bibliai tartalmakat nélkülöző nyelvezetét, rítusok helyett prédikációt javasoltak, ami magyarázatként szolgál a hittételekre. Nem értettek egyet azzal, hogy Isten és ember között kell közvetítő, annál is inkább, mivel a bűnt az Isten bocsátja meg, és nem a pap, nem a szerzetes. Nincs oly barbár nemzet,
nincs oly elvadult nép, melyben ne lakoznék az a meggyőződés, hogy van Isten. Calvin János. Nagyon lényegesnek gondolták az Istenhez való személyes közelséget, a bűnbánatot és a felelősséget a lelkiismeret szabadsága mellett. Törekvésük volt az ős keresztények hitének a visszaállítása. Ezek a gondolatok, motivációk összegződtek Luther fellépésében 1517. október 31-én kiszögezte a híres pontjait, a 95 pontot a wittenbergi várkápolna ajtajára. Ennek a lényege az, hogy kizárólag a Szentírás által, a hit által, Krisztus által, kegyelemből nyerheti el az ember a boldog életet, a dicsőség egyedül Istené, és a szertartásokat úgy kell megtartani, hogy mindenki megértse, tehát nemzeti nyelven. Ez indította el a német nyelv megújítását, és így alakult ki az a német nyelv, ami a Hochdeutschnak, tehát annak a nyelvnek az őse, amelyet a német tájszólásokból egységesen a németek használhatnak. Hit az, ha semmit sem értünk meg, csupán hallgatólagosan alárendeljük meggyőződésünk az egyháznak. Calvin János. Nem reformáció volt, hanem reformációk voltak, és annak irányzatai voltak evangélikusok, Luther, kálvinisták, Zwingli, anabaptisták, Münzer, unitáriusok, Szervét Mihály, illetve Dávid Ferenc Erdélyben, illetve az anglikán egyház létrejötte, aminek nagyon különös története van. 8. Henrik a pápaság mellett lépett fel a hit védelmezőjeként egészen addig, amíg a pápa nem választotta el első feleségétől, akitől nem született fiúgyermeke, és nem tette lehetővé, hogy elvegye második feleségét, Boleyn Annát. Ekkor indult el az a mozgalom, hogy önállósodjék az angol egyház, hogy lehetővé tegye a király számára a szabad cselekvés lehetőségét. Így jött létre az Act of Supremacy 1534-ben, amely egy teljesen új egyházi szervezetet és hitéletet indított el. Bár megengedett a Szentírás olvasása és Isten igéjének az anyanyelven való használata, ez csak a lelkiismeretet tájékoztatása érdekében engedélyezett, nem pedig azért, hogy a Szentírást szidalommá és gúnyolódássá tegye. 8. Henrik angol király. Rendkívül véres események zajlottak le, amelyek szinte mindenütt vallásbékével szárultak. A legeslegelső vallásbéke a Magyar Birodalom területén jött létre, 1568 a Tordai Országgyűlés, amit János Zsigmond vezetett, és amelyik a négy bevett egyház teljes egyenjogúságát hirdette meg a lelkiismeret szabad választása alapján. Az prédikátorok az evangéliumot prédikálják. Hirdessék ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha pedig nem, senki kényszerítéssel ne kényszerítse. A Tordai Országgyűlés határozata. Német-római császárság esetében a vallási háborúkat, amit egyik részről 5. Károly, illetve utódai folytattak, a másik oldalon a protestáló, reformáló választófejedelmek az augsburgi békével jutottak nyugvópontra. Francia királyság többször rugaszkodott neki, így jött létre 1559-ben a Confessio Gallicana, ezt követte a
protestánsokkal, az ügenottákkal való brutális leszámolása, Szent Bertalan éjjel, és végül 1598-ban a Nanni ediktum, amit aztán néhány évtizeddel később, főleg 14. Lajos teljesen lenullázott. A Fontainebleau-i ediktum. A birodalmon belüli összes református templom lerombolandó. Tiltott a reformált vallás gyakorlásának minden formája. Amely lelkipásztor nem tér át a katolikus hitre, annak el kell hagynia az országot. Amelyik lelkész áttér a katolikus hitre, pénzjutalomban részesüljön. A református szülők gyermekeit katolikusként kell megkeresztelni. A hugenották számára teljes szabadság és háborítatlanság biztosítandó, amennyiben nem gyakorolják református vallásukat. Végig söpört a reformáció Hollandián, Skócián, Skócia megmaradt hosszú időn keresztül a római kereszténység nyugati bástyájának, és a magyar birodalomba is rendkívül gyorsan megjelentek a reformáció tanai, elsősorban II. Lajos udvarába, akinek a felesége Mária 5. Károlynak volt az édes testvére, azért az 5. Károly, aki a pápaság ellen fegyveresen állt ki a reformáció mellett. Hát ilyen érdekes volt akkor is a világ. Az orvosság beteggé, a matematika szomorúvá, a teológia bűnössé teszi az embert. Luther Márton. A római anyaszentegyház reagált a reformált mozgalmakra, és elindította az ellenreformációt, létrehozta a jezsuita rendet. A zsinatok sorozatát rendezte meg, amelynek során a egyházi rituáléval, a misével, a mise tartalmával foglalkoztak, papnevelő iskolákat hoztak létre, megtartották a szentek tiszteletét, a pápa elsőbségét, megerősítették a püspöki jogköröket, feladatokat, szabályozták a pápa választást, létrejött a Szent Hivatal, vagy ha úgy tetszik, az inkvizíció, bevezették az Index intézményét, több száz helyen, egyesek szerint több ezer helyen változtattak a Biblia szövegén, viszont megszüntették a búcsúcédulákat, és többé nem fordult elő a nepotizmus. Hiába vesztegeti a fáradtságot az, aki mások erkölcsét akarja megjavítani, és nem önmagán kezdi. Loyolai Szent Ignác. Vallási köntösben indult a 30 éves háború, mintha a római katolikusok és a reformált hatalmak folytatnának háborút vallási kérdések miatt, azonban rendkívül hamar kiderült, hogy a vallási háborúnak induló háború egy politikai, katonai célokért folytatott háborúvá változott, aminek a céljai között az európai hatalom megszerzése, a hatalom újra megosztása volt. Protestánsok harcoltak katolikusokkal együtt, katolikusok és protestánsok ellen, mikor, hogy változtak az erőviszonyok. A háború több felvonásban zajlott le, és végül is a Westfáliai békében zárult le. Az alattvalókat, akár katolikusok, akár ágostai hitvallásúak, vallásuk miatt sehol megvetni nem szabad. A Westfáliai béke rendelkezése. Magyarok is részt vettek, Bethlen Gábor és első Rákóczi György, úgy, hogy a kecskeméti városháza ólomüveges ablakai látható, a reformáltak védelmébe avatkoztak be, és Bethlen ki is tudta harcolni a nikolsburgi béke alapján a pozsonyi békét. Rákóczi György pedig a linci békéig jutott. Végül is felosztották hatalmi szempontból Európát,
franciák megerősödtek, hegemóniát szereztek, német birodalom meggyengült, több mint 300 fejedelemségre esett szét. Ekkor indult el az északi hatalom, Svédország katonai diadalútja. Mindenek felett pedig a birodalom összes rendjeinek szabadon és mindörökké jogában álljon egymás között és az idegenekkel védelmük és biztonságuk érdekében szövetséget kötni. A Westfáliai békerendelkezése. Az angol polgárháborúról nagyon sokat tudunk. Körülbelül úgy történt, ahogy ezt a massz médiumok filmjeiben látni lehet. Nagyon lényeges változás volt Angliában az úgynevezett polgári forradalom, a király lefejezése, a gazdaság teljes mértékű átalakítása, és a tudományokban a mechanikai törvények leírása Newton révén. A gravitáció magyarázatot ad a bolygók mozgására, de nem válaszol arra a kérdésre, hogy ki hozta mozgásba azokat. Ki tudom számítani a mennyei testek mozgását, de képtelen vagyok kiszámítani az emberi őrültséget. Sir Isaac Newton. Newton mélyen hívő ember volt, mint egy mellékesen fedezte fel a mechanika törvényeit. Minden esetre ezzel a technikai fejlődésnek nem a gondolkodás, hanem a technikai fejlődésnek egy új útját nyitotta meg, ami megjelent Descartesnél, megjelent a filozófiában, megjelent az empirizmus, Locke, Hobbes és mások munkáiban. Majd ez a gondolatiság folytatódott a úgynevezett felvilágosodás időszakába, amikor például a mechanika törvényeit az élet más területein alkalmazták, és mivel a mechanikai törvények állandóak, úgy gondolták, hogy mindent szabályoznak, működtetik a világot, mindent meg lehet magyarázni, ami majd lesz, és azt is, ami már volt. Ez magyarázta azt, hogy nem volt szükség a hitre, és egyre kevésbé volt szükség az Istenre. A ráció került előtérbe, ez motiválta a francia felvilágosodást. Minden egyes részletében, mozzanatában Voltaire, Montesquieu, Rousseau és a többi. Káromlással már nem szentségtelenítik meg a mindenség urának nevét, de megsértik az urat Isten tagadó beszédekkel, és ez még csak nem is bántja érzékeny fülünket. Jean-Jacques Rousseau. Ez a társadalmi vá asszociált, mechanikus, racionalista életszemlélet egy rendkívül brutális polgárháborúba torkollott, ahol a józan ész nevében megsemmisítettek rendkívüli kulturális értékeket, degradálták a vallást, leépítették az egyházi szervezeteket, felszámolták a kolostorokat, apácarendeket, a templomokból, hol az észtemplomát, hol bordélyházat rendeztek be, és közben működött a terror. A terror nem más, mint gyors, szigorú és hajthatatlan igazságtétel. Ezért tehát voltak éppen az erény megnyilvánulása. Maximilien de Robespierre. Ez a mozgalom a császárságba torkolott. Bonaparte Napóleon felszámolta a terrort, és egyeduralmat épített ki. A francia forradalom eszmei rendszerének az exportja kezdődött el, a fegyverek árnyékában és a fegyverek támogatásával. A kísérlet nem volt sikeres. A restauráció időszakában az uralkodó osztály elsősorban a hatalom visszavételére törekedett, nem a francia forradalom szellemiségének a megváltoztatására, vagy a klasszikus erkölcsi és világrend visszaállítására.
Ebből vezethetők le aztán a későbbi idők eseményei, a visszatérő terror, az izmusok megjelenése a politikai skála legszélesebb palettáján. Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz. Jean-Jacques Rousseau. Minden esetre ez az eseménysor azt jelentette, hogy átértékelődött a társadalom minden tevékenysége. Megszűnt a feudális osztályok hatalmi pozíciója, a királyság intézményét megkérdőjelezték, a hitet és az egyházat visszaszorították, felszámolták Európa legerősebb katolikus hatalmát, a francia királyságot, a gazdaság, a pénz nem biztos, hogy fejlődést hozott az emberiség történetében, mert a pénzcentrikusság, az ipar erőltetése széles társadalmi rétegeket kényszerített emberhez méltatlan körülmények közé, nyomortelepekbe. A kormányzat és a törvények gondoskodnak az egybegyűlt emberek biztonságáról és jólétéről. A tudományok, az irodalom és a művészetek virágfüzérekkel borítják az emberekre vert vasláncot, megszerettetik velük a rabszolgaságot, és azzá teszik az embereket, amit civilizált népnek szokás nevezni. Jean-Jacques Rousseau. Köszönöm a figyelmet, legközelebb innen folytatjuk.